A Casa Sollievo della Sofferenza kórháza, melyet Pio atya építtetett. A kórház előcsarnokában is Padre Pio fogadja a szenvedő betegeket. A kórház kertje is nyugodt szemlélődésre készteti a látogatókat. Rotondo legújabb kórháza, melyet szintén Pio atya álmodott meg, a Poliambulatorio Giovanni Paolo II, a betegek Mekkája. Pio atya avatja fel a kórházat. Őróla készült képek a kórház folyosóján. A kicsi kolostor mellé épült fel az 5000 főt befogadó templom, mely mára már szintén kicsinek bizonyult. Az új templom belső kiképzése. Ban az altemplomban temették el Pio atyát. Sírja most üres, mert szenté avatásakor sírját felnyitották az előírásoknak megfelelően, és testét megvizsgálták, mielőtt új sírhelyre temették el. Amikor a Pio atya romolhatatlan testét felemelték, akkor ebben az üvegkoporsóban tették ki közszemlére.
A régi kolostorban múzeumot rendeztek be Pio atya emlékére. Pio atya személyes tárgyi emlékeit lehet itt látni. Életében naponta sok száz levelet kapott. Ez volt Pio atya cellája, és itt is halt meg. A karzaton kapta meg először a még ekkor külsőleg nem látható stigmákat. A régi kolostor templom, melyben oly sokat misézett és gyóntatott. Régi gyóntató fülkéje, melybe a hívek még most is dobálják be kérő leveleiket. Érdeklődünk, hogy hol temették el újonnan Pio atyát. Ez az új, 20 000 főt befogadó templom, melynek altemplomába véglegesen eltemették Pio atyát. A templom előtti téren 100 000 fő is elfér. A templom belseje hipermodern, de egy idő után imádságos térré válik.
Az altemplom kriptájába vívő út itt kezdődik. Pio atya halotti koporsóját ez az autó vitte, a mögötte álló pedig életében volt szállítója. Ezek a képek a szentéavatáskori felemelésekor készültek. Teste teljesen épp volt. A régi fém koporsóját kiállították. A sírkamrához vívő folyosó két oldalán életével kapcsolatos jeleneteket ábrázoló mozaikok vannak. Egy magyar vonatkozás is van. Pio atya felkeresi börtönében, billokációs állapotban, Mindszenty József esztergomi hercegprímás bíboros érseket. Belépünk az altemplomba, és eláll a lélegzetünk is. Aranyozott, ezüst koporsóban nyugszik szent teste, a kripta nyíláson keresztül, aki akarja, és ki az, aki ne akarná, meg lehet érinteni a koporsót.